Partnerünk az ekbejelentés.hu. Főtámogatónk a Nelson Flotta Leasing, ahol a törődés alapfelszereltség. Hello srácok, üdv mindenkinek! Itt ismét a Sámán beszél. És ez a citromsárga csoda itt kitöltötte az egész napunkat. Péntek van, reggel 9 órától dolgozunk. Most már így a délutánban nyúlik az idő. És nagyon fárasztó napunk volt, de nagyon élvezetes napunk is egyben. Ezzel a különleges, gyönyörű autóval dolgozhattunk. Ez az Audi R8 V10, amely hát egy örömünnep nekünk. És szeretném rögtön elmondani nektek azt, hogy mennyire hálás vagyok nektek, és mennyire hálás vagyok a sorsnak, hogy ilyen 4 évvel ezelőtti kis apró bénácska videókból mára ott tartunk, hogy ilyen autókat tesztelhetünk a Gilberto segítségével, és vannak még srácok, akik segítenek önként jó fejségből, hogy szebbek legyenek a moziaink. Szóval srácok, ez egy nagy pillanat. Tényleg tele van hálával a szívem. Köszönöm, hogy támogattok, köszönöm, hogy feliratkoztok a csatornámra. Higgyétek el, ez az autós, újságírós dolog is csak úgy működik, hogyha van kellő nézettség, és hát ez pedig csak úgy jön össze, hogyha mindenki, akit ez a dolog érdekel, az egy feliratkozással támogat, és akkor nem lesz hiány jó autókból. Közben a Facebook rajongókat látom, hogy illetve bátorítom, hogy kommenteljetek. Már jött egy olyan komment is, hogy az AMG GTR jobb. Nem tudom, hogy van-e olyan jobb, meg rosszabb. Ezek szerintem inkább ilyen attitűdbeli kérdések, kinek melyik márka jön be, kinek melyik márka van közelebb a szívéhez. Mindjárt elmondom nektek, hogy nekem miért óriási nagy élmény az Audi R8. Talán nem titok, hogyha elmondom azt, hogy ez az autó valószínűleg ebben a formájában, és itt nem a Spyderre gondolok, hanem a V10-es erőforrásra, az utolsó darabok között van. Nyilván még egy pár évig gyártani fogják, de ahogy a generáció kifut, valószínűleg ez a V10-es motor, amely győri eredetű, és Isten áldja a győrieket, hogy ilyen szuper és ilyen kiváló motort raknak össze. Szóval ez a V10-es motor, ez el fog tűnni nyilván a sűjesztőbe. Valaki kérdezte, Mercedes tesz, mikor lesz? Hát azt is forgatjuk, még egy picit arrébb van, a CLS 400-ról kérdezett valaki, gondolom. Hú, kedves barátaim, hát hogy is mondjam? Hú, de szép kommenteket írtok. Nem minden kommentet tudok elolvasni, mert gyorsan eltűnnek a képernyőm kijelzőjéről. Ami biztos, az autós mozit leforgattuk, és az autós moziban nagyon szép képek lesznek benne. Most inkább csak ilyen levezetés van, míg a srácok még dolgoznak. Megburítjuk élőben is, ahogy valaki írta, meg be is fogom nektek indítani. Nagyon nehéz ugye átadni egy ilyen autót, egy ilyen sportautót, egy ilyen versenyautó hangulatú autót átadni magunk is egyszerű módszerével. Ehhez legalább egy kiváló versenypálya kéne, meg sokkal komolyabb technika, de nyilván közúton nem fogunk vele csapatni. Vagy ha véletlenül megtesszük, akkor nem mutatjuk meg, mert elveszik a jogosítványunkat. Szóval gyorsan menjünk át ezen az autón. Amikor megkérdezte tőlem a Porsche Hungária, hogy melyiket vinném el, a kupét vagy a Spydert, akkor egy picit hezitáltam, aztán úgy döntöttem, hogy jön a Spyder. A Spyderrel egyetlen egy baj van. Az, hogy ez a zseniális motor, ez a V10-es 5,2 literes, amely itt lakozik, nem látszik. És egy picit sajnálom, mert a kupéban egy üvegtető alatt ezt meg lehet csodálni. Ebben az autóban bizony, barátaim, nem. Ugyanis az autónak a motorját mindössze ezen a kis hátsó lemezen keresztül lehet megnézni, amely egy maximum egy olaj utántöltést tud nekünk mutatni, semmi többet nem, úgyhogy sorry, a motort nem fogjuk látni, csak elmondani tudom, hogy milyen kutya jó motor, és majd megkérjük a srácokat, akik segítenek nekem, hogy röffentsük be. Szóval V10, 5,2 liter szívómotor, 8,500-ig kiforgatható módon, 7 fokozatú automatával, Audi összkerékhajtás, és természetesen
Sperdifi természetesen olyan összkerék, ami akár 100%-nyi nyomatékot tud előre tolni, vagy éppen hátra. Az autó legfontosabb érdeme az, hogy megingathatatlan. Tehát eddig azt gondoltátok a újságban olvasott szuper sportautó kapcsán, hogy van elképzelésünk arról, hogy mit jelent az, hogy végtelen tapadás és hogy a vezetési képességeken túlmutató viselkedés, akkor ezt felejtsétek el, gyakorlatban egészen más. Nem tudod az autót egész egyszerűen úgy meggyötörni, hogy feladja. Értitek? Ez zseniális egyébként. A saját érzetem szerint egy olyan 3,5 másodperc környékén tudjuk a 0-100-at lefutni. Ehhez van egy ride program, ehhez van egy részgomb. Nagyon durván meg lehet akkor hajtani. Igazi gyomorgörcs lesz az emberen óra, amikor ezt beindítja, amikor ezt megcsinálja. A 200-at olyan 11 másodpercen belül futja, és végig szépen fokozódó 540 szívó lóerővel és 540 Nm-rel tolja tele az utat, és közben olyan hangorgiát rendez a fülettől 20 centire, hogy megőrülsz. Hát, ez elképesztően izgalmas autó. Ugyanakkor van egy olyan funkciója is, hogy ha komfort módban használod, pontosan olyan, mintha bármilyen más erős Audit vezetnél. Ezt most komolyan mondom, simán bemehetsz az autópályán 130 tempomattal dolgozni, el tudsz tötymörögni a dugóban, nyilván nem ez a terepe, de az autó képes rá, és ez óriási. Középen nincs tablet, ez egy olyan autó, hál' Istennek, amelynek csak a műszerfala digitális, és ugye itt van ez a kormány, amely úgy jó, ahogy van, a tűzpiros indító gombbal. Mindene nagyon Audis, ami az igényességet jelenti itt elsősorban, az igényességet és az anyagokat, az összeszerelés minőséget. Nagyon Audis. De most tudjátok mit? Beindítom, hogy hallgassátok meg, hogy mi az induláskor elkövetett színház. Úgyhogy figyeljetek. Mélyen felugat a 10 henger, és kicsit most megrugdottam. Jézus Úristen! Nyugodtan mondjuk, hogy Jézus Úristen! Elképesztő! Így csinálja, hogyha éppen dühöngeni van kedve, de az egész autóban az a legzseniálisabb, mint már említettem, hogy kimozdíthatatlan az egyensúlyából. Olyan gonoszan, olyan durván sikerült vezetni, hogy azt gondoltam, hogy ebből óriási nagy esés lesz, ami csak azért lenne komoly probléma, mert 69 millió srácok ez az autó. Igen, jól hallottad, 69. millió forint, úgyhogy nem lesz gyakori az utakon, de ha szupergazdag vagy, akkor talán most van az a pillanat, amikor egy ilyen autót meg kell venni, ugyanis ez a 10 henger, ez hamarosan múzeum, és soha többé nem lesz. Úgyhogy ez nagyon fontos információ azoknak, akiknek van rá pénzük. István kérdezi, hogy mennyi? 69 millió, 61 az induló ára, de kikerekítve ezekkel a apróbb extrákkal, 69 a tesztautó ára. Ezért is nagy büszkeség nekem, hogy már felértünk erre a szintre. És közlekedni vele, urasan, nagyon jó. Csapatni vele, disznó módon, nagyon disznó. Hogy én őt választanám-e 69 millió forintért? Jaj, srácok, nagyon-nagyon nehéz kérdés ez, higgyétek el. 69 millió forintért azon nem tudom eldönteni, hogy őt választanám-e, mert nem vagyok abban az élethelyzetben, hogy megítéljem, hogy milyen gazdag az az ember, aki 69 millió forintért választ autót. Nyilvánvalóan azt kérdezitek, hogy mi az, hogy soha többé nem lesz? Hát, srácok, azért nem lesz soha többé, mert a következő R8-as úgy hírlik, hogy már elektromos meghajtású lesz,
És a szívó motorokkora leáldozott. Ugye ezt a motort még használják, ott van hátul, vagy középen, ezt a motort még használják a Lamborghini-nél, de az emissziós normák szigorodása miatt az atmoszférikus 10 hengeres 5200 köbcentis és egyébként nyugodt hajtással olyan 20 liter környékén elmuzsikáló autóknak vége, kedves barátaim. Úgyhogy ebből egy olyan muzeális érték lesz, ami mondjuk 10-20 év múlva hát értelmezhetetlen lesz így az emberiség számára, hogy mi történik. És nagyon sajnálom, hogy nem tudjuk megmutatni ezt a motort, de hát valamit valamiért. A tetőt fölcsuknám nektek, mert ez egy nagyon látványos dolog, de hát nehézségem lesz, mert a srácok éppen elmentek, akik segítenek nekem. Megpróbálom innen, hát ha működik, hát ha láttok valamit. Igen, becsukott ajtó kell, de nem, aha, nézzétek! Így záródik a tető. Húzd le a fejed! Úgy! Oda kukucsolj! Oké! Okay. És megmutatom nektek felhúzott tetővel is. Halált megvető bátorsággal sikerült. Megcsinálom. Így néz ki, ha földobja a kapucniát. Valahol az imént láttam az egy kommentet, hogy a Tesla Roadster jön, és vele együtt az elektromos sportautók kora. Bizony, srácok, ennyi. Tehát valóban jönnek az elektromos sportautók, és az Audi is nyilvánvalóan meg fogja csinálni, mint ahogy már így a napokban lehetett is látni, hogy érkezik az elektromos R8 majd. Egyébként volt már belőle elektromos változat, de amikor olyan igazán oda teszik majd magukat, és nem lesz benzinmotor, az a következő generáció, én ezt olyan 3-4 év távolságra gondolom mától. Nem sokkal több. És akkor el fog tűnni ez a remek benzinmotor. Egyébként az a karosszéria alumínium és szénszál ötvözetű. Egyébként ez a motor képes arra, hogy a 10 hengeréből 5-öt lekapcsoljon. Képes arra, hogy vitorlázzon bizonyos sebesség fölött. Ezt én el is csíptem ezt az érzést benne, amikor is ugye a hajtást szétkapcsolja és csak gurul az autó. És képes arra is, hogy ezekkel a lézeres lámpákkal akár 600 métert bevilágítson maga előtt az útból. Igen, 600 métert. De valójában ebben az autóban szerintem az a legszebb, hogy egy idézőjelbe teszem, egy nem sportautógyártó letette az asztalra. És a jövőben azt olvastam, hogy a jövőben úgy lesz, hogy a Lamborghini-t átveszi a Porsche, ugye most a Lamborghini az Audi alá tartozik, de hamarosan át fogja venni a Porsche, és a két szupersportautó vagy sportautógyártó, a Porsche és a Lamborghini fog elsősorban közös fejlesztéseket csinálni, amiből majd az Audi is kap. Tehát az Audinak a sportautó jellege egy picit csökkenni fog, de egyébként ez így van rendjén, hisz a Porsche egy erősebb sportautó márka a koncernen belül, úgyhogy persze legyen az övék. Na, lenyissuk még a tetőt még egyszer, mi legyen? A fiúk elmentek, forgatnak még a Mercedeshez egy pár képet. Itt maradtam egyedül. Kicsit megpöcögtetem még, srácok, legyünk boldogak, meg lenyitom a tetőt, jó? Most úgy ráérek még egy kicsit pohóckodni. Szóval, tető indul lefele. És meg is vagyunk. És akkor jöjjön a hang, ha már megígértem. És egyébként annyira jó. Nézzétek, 8,500-ig pörgethető. Itt van a kis zászlócska. Ezzel lövöd a... Hát az én versenyprogramnak hívom, performance programot. Jézus Isten! Halljátok? Atya, Úr, Isten! Borzongató! Ja, és persze,
legújabb kori szokásunkhoz híven hoztunk egy órát, mert sajnos nem az enyém, egy felajánlásból kaptam. Ez egy eredeti Audi kollekciós Zinn óra, 7750-es ETA szerkezettel, remélem beélesíti a kép. 7750-es ETA szerkezettel, eredeti Audis óra, köszönöm szépen a felajánlást. Ugye kitaláltam azt, hogy kis éles stílust vigyünk bele, ez majd az autós moziban egy picit többet fog látszódni. Srácok, nagyon nehéz napunk volt. Reggel 9 óta nyomjuk, mennyi? 4:45, nem ettünk, nem ittunk, és még nincs vége. Úgyhogy én búcsúzom, köszönöm, hogy ma is itt voltatok velem. Tök jó, hogy ennyien vagyunk, már átléptük a 8000-es Facebook, nem, 8000-es YouTube követői tábort. Nagyon jó, évvégére a 10000-et is meg fogjuk haladni. És ha így csináljuk, akkor tényleg én leszek, mi leszünk a legnézettebb vlog az autós témában, de szeretnék egy kicsit még férfi dolgokról majd még a többi jövőben többet vlogolni, például az órákról. Tök jó, hogy ma is itt voltatok, iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem lennétek feliratkozva, kövessetek a Facebookon, YouTube-on, figyeljétek a Sámánt, köszönöm a támogatást, köszönöm az L8-ast, elsősorban a